Dányi, szuper nagyon jó. Téged úgyis egyenesben érint ez a történet. Hát csak ilyen 5 pont Csányi. Nyilván engem nem egyenesben. Gyere már Picsányi, hizeg lesz. A faszát többől csavarom le! Elmaradt a hangosító. Nem olyan nagy baj ez. Figyeljetek! Nem olyan nagy baj ez, hogy elmaradt a hangosító. Nincs, mert az meg hátul van. Egy kis figyelmet! Az egyik hangosító elől, a másik hátul. De én azt gondolom, hogy lehet hangosan beszélni. Hangosító nélkül is. Épp a múltkor gondolkodtam azon, hogy vajon pár száz évvel ezelőtt hogyan tudtak megmozdítani tízezreket, százezreket, milliókat. Nem volt Facebook, nem volt hangosító, és nem volt telefon. És mégis, amikor össze kellett fogni a népnek, akkor ezek az emberek elindultak. Szájról szájra leárt a hír. Én azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk kényelmesedve. Nem mész át a szomszédodhoz, hogy beszélgess vele. Nem teszel kell olyan jeleket, amik téged mutatnak. Elbújsz a Facebookon, és csak azok az emberek látnak téged, akik ismernek, és tudják, és elfogadnak. De ezzel a módszerrel nem fogunk kitörni ebből a körből. A Egerszegi Tibi nemrég feltette, jó pár nappal ezelőtt, hogy magyar házon magyar zászló. Kitette ki a zászlaját a magyar házára? Szuper! És ki fogja kitenni a magyar zászlót még a hétvégén? Hát tegyétek ki, és hagyd lássa mindenki, hogy mi, együtt, hogy mi együtt vagyunk. És aztán higgyétek el, hogy még inkább fel fognak rátok figyelni az emberek, ha nem csak a zászlót teszitek ki, hanem azt is, hogy nem adom oda. Nem adom a házamat, és nem adom a földemet. Nem adom Magyarországot, mert ez az enyém. Mert én ezért megdolgoztam. És azért, mert egy ilyen mocskos gyilkosok, mocskos uzsorások ki akarnak minket rabolni, hát nem hagyjuk. Csányi úr, ugye ide! Nem az számít, és nem azt sajnálom, hogy ilyen házban laksz. Nem sajnálom a millióidat sem. Milliárdok. Meg a milliárdjaidat sem. Én azt sajnálom egyedül, hogy ezek az emberek, én tudom, hogy van itt közöttünk olyan, aki már 2 napja nem evett rendesen. Én utólag tudtam meg a Kövér Lászlós éjségsztrájknál, hogy volt, akinek nem volt kihívás az a 3 nap. Volt, akinek teljesen normális volt, hogy 3 napig nem eszik. Hát hol élünk? És ilyen mocskok kizsákmányolnak mások embereket, és ők meg ilyenben élnek? És elmenekülnek a hatalom mögé? Ilyen derék fiatal emberek védik őket és hölgyek? Hát nem, ennek vége. A hatalom a nép, de ezt csak egy módon tudjuk kifejezni. Ha összefogunk, ha sokan részt veszünk minden akción, és nem fosunk, nem lépünk le, amikor forró lesz a talaj, hanem megmutatjuk, hogy velünk nem lehet megcsinálni. Mi végigvegyünk az úton, és nem hagyjuk magunkat. Elég harcos lett ez a gyászmenet. Ugye arról volt szó, hogy csendes, méltóság teljes és békés. De bocsássatok meg nekem. Én 3000 ember értelmetlen halálán nem tudok csöndben maradni. Mert 3000 ember is nagyon hangosan kiabálna. Az ő családtagjai milyen hangosan sírtak. Hát ezt nem hagyhatjuk. És én nem fogok méltóság teljesen csöndben lehajtott fejjel elkullogni. Én hangosan ki fogom mondani, és aki jön velem, az jöjjön, aki nem jön, az hajtsa továbbra is a fejét az igába. Hol van most Bíró Rita? Oda is el kell menni a Bíró Ritához. Az eredeti tervek szerint én magam sem terveztem csendes, békés vonulást, bár úgy hirdettük meg, de nem is kiabálást hirdettem, hanem morajlást, hangos szót szerettem volna itt látni, mert valóban olyan nagy a probléma, hogy ezen nem lehet túllépni. Nem is szaporítom a szót, mert nagyon késő van és kellene indulni. Ha a rendőr úr megengedi, én befújok ide is egy csótányspét. Lógjanak a gyilkosok! Pusztuljanak a csótányok! Pusztuljanak a csótányok!
elnézést kérek, hogy elnézést kérek, hogy Lászlónak mondtam, de már asszociáltam Csányi Ferencre, mert az meg még mocskosabb. Jó, hogy a gyilkos mondunk. És ide viszont betesszük. Uzsorás! Mert őt mégsem védik annyira. De mi lesz ebből? A postaládáig csak eljuttok. Az az az. Mosolyogjatok a kamerába. Nem, itt tudja mindenki a... Nehogy ne, ott arra van, az autók mögött le lehet gugolni, lányok, majd nem nézzünk oda. Mert nem találtunk egyetlen vécét sem az úton. Sokan megoldották Viktornál. Néhányan oldjátok meg Sányinál. Szabad így van. Itt legyen, gyerekek, én azt mondom. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a teheneknek zenét ad, hogy tejeljenek nekünk, még zene se jár, úgy fej bennünket, rohadjon meg! Indulj a gyerekek! Indulj az autóba! Tassoljuk végig egy kicsit ezt, amíg beülünk! Legyünk hangosak! Kocsikba üljetek! Utolsó előtti állomásunk lesz, vagy az utolsó az ünnep. Addig bírjátok ki a pisilést, mert az egy hazudt. Most, igen? Szuper. Most beszélsz. Jó, sem üljetek meg egy bokorban, vagy álljatok meg.